A kéz nélküli parkolás funkció lehetővé teszi, hogy a kormánykerék működtetése nélkül keressen parkolóhelyet és parkoljon be, illetve hagyjon el egy parkolóhelyet. A funkció az ultrahangos érzékelők, valamint az első és a hátsó kamera. A manőverezés megkönnyítése érdekében a kéz nélküli parkolás bekapcsolásakor a parkolás segítő aktiválódik, és ha van, a tolató kamera vagy a 360 fokos kamera is bekapcsol. A funkció aktiválásához az OpenAirLink központi képernyőjéről lépjen a járművilágba, majd válassza ki a kihangosított parkolást. A személyre szabott beállításoktól függően ezt a funkciót a kormánykeréken található kedvencek gombbal vagy a multimédiás rendszer kezdő képernyőjén a kéz nélküli parkolás widget kiválasztásával is aktiválhatja. Háromféle manőver közül választhat. Párhuzamos parkolás, merőleges parkolás és párhuzamos parkolóhely elhagyása. Merőleges és párhuzamos parkolás esetében 30 km per óra alatti sebességnél a rendszer mindkét oldalon szabad parkolóhelyet keres, vagy kellő helyet a párhuzamos parkoláshoz. Ha a rendszer talál egy helyet, a középső kijelzőn megjelenik a P betű. Hajtson lassan, amíg meg nem jelenik az állj üzenet hangjelzés kíséretében. A parkolási terület a középső képernyőn zöld színnel jelenik meg. Állítsa meg a járművet, tegye hátra menetbe. És ez a lámpa megjelenik a műszerfalon, és egy hangjelzéssel együtt jelzi, hogy a manőver megkezdődött. Most engedje el a kormánykereket, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. Egyszerűen használja a váltókart és a pedálokat az egymást követő előre és hátra meneti manőverekhez. A sebesség nem haladhatja meg a 7 km per órát. Ha a manőver befejeződött, a jelzőfény kialszik és hangjelzés hallatszik. A parkolóhelyről való kilépéshez egy résben aktiválja a funkciót, válassza ki a megfelelő ábrát a képernyőn, és aktiválja a kijelzőt azon az oldalon, ahol a járművet elkívánja hagyni. Amikor a funkció készen áll a beavatkozásra, a multimédiás képernyőn megjelenik egy üzenet, az indításhoz nyomja meg az OK gombot. Ez a visszajelző lámpa jelenik meg a kijelző egységen hangjelzéssel együtt, jelezve a manőver megkezdését. Ezután engedje el a kormánykereket, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. Amint elhagyja a parkolóhelyet, a rendszer megjeleníti a manőver befejezve üzenetet a multimédia képernyőn, a kijelző egységen a visszajelző lámpa pedig kialszik. Üzenet hangjelzés kíséretében. Vegye figyelembe, hogy a manőver felfüggesztésre kerül, ha ön átveszi a kormányt, ha jármű túl sokáig állt, ha egy akadály megakadályozza a manőver végrehajtását, vagy ha egy ajtó kinyílik. A megszakítás oka megjelenik a multimédiás képernyőn. Győződjön meg róla, hogy a manőver folytatásához ismét megfelelőek a feltételek. Amint a műszerfalon felvillan a jelzőfény, a rendszer ismét rendelkezésre áll a manőver folytatásához. A manőver megszakad, ha a sebessége meghaladja 7 km per órát, vagy ha a járműve a manőver során több mint 10 előre-vissza mozgást végzett. Ez a lámpa kialszik a kijelző egységen, hangjelzés hangzik fel. A rendszer megfelelő működésének biztosítása érdekében győződjön meg arról, hogy az ultrahangos érzékelőket nem takarja el például szennyeződés, sár vagy hó. Ne feledje, a funkció csak kiegészítő vezetés támogató megoldás, nem helyettesítheti a gépkocsi vezető éberségét. Mindig ellenőrizze saját szemével is, hogy a rendszer által javasolt parkolóhely szabad-e, és hogy nincsenek-e akadályok az útban. Előfordulhat, hogy a rendszer nem érzékeli az érzékelők vakfoltjában található tárgyakat. Végül a manőverezés során a kormánykerék gyorsan foroghat, ne nyúljon a belsejébe, és ügyeljen rá, hogy semmi ne akadályozza a forgását.